destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Hallósztok, sziasztok, nem tudom jól hallani. Ó, kamera picit lent van. Akkor csúszunk lejjebb. Nem a kamerát nem állítgatjuk. Hogy, Jolánka jönnek egy kicsit még kilóg. Na, azt fogja beszélni ezt a kamerát pillanat. Szóval, addig beszélgetünk ezekkel. Jó, rendben. Próbálgatom a széket, de ez nem olyan, mint Magyarország. Ezen nincs mindig lejjebb. Ez erős volt. Igen, erős kezdés, tudom, szarvicekben ma nagyon fogok domborítani. Ma is? Mindig is. Egyelőre még senki nem köszönt be a chat szobába. Nem, bajra foglalkozva. Vasárnap van másnak is. Várjál, akkor én maradok ilyen alacsonyan, és akkor itt nagyjából egy magasabb. Oké, okay. Amúgy magasabb nálam, mint mindenki más. Múltkor raktam föl a múlt heti viking, múlt,
Múlt heti? Igen, múlt heti viking simogató képet telepraktam végre föl. Az a címe végül, hogy viking és az óriások. Azért szörnyű látni azt, hogy 18 éves ember, mert döntő többsége az hello. Azért ez félelmetes. De hát mindegy, ilyen a világ, ez nem nagyon lehet mit csinálni vele. Úgyhogy, na, de ez egyébként egy megfigyelhető tendencia, hogy a mostani generációk azok magasabbak, mint persze, a korábbi. De mindig. A jobb táplálkozás, a sok minden. Kevésbé megterhelő gyerekmunka. Amúgy, de ez mindig is így volt. Tehát ez generációra lehet nézni, mindig magasabbak. És nagyobb az embereknek a lába is. Ezt nem tudom. A lábméretet nem sose követtem ilyen szempontból, de meg nem tudom, hogy ez a lábméretezés mióta van ilyennyire egységesen. Fogalmam sincs. De úgy általában magassága össze szokott függni a lábmérettel, tehát ugye külön borulna. Mert egy karó lenne amúgy. Hát most gondolj bele, kis lába, és így le lehetne ütni, hát, de 2 méter 30 centi azért. Hol tartja meg? A háznak is amilyen magas, azért meg vagy milyen szélesség. Kell, hogy legyen alapja, igen, de szerintem azért az ember tudja mégis magát kis talpon is megtartani. 26, megvan, hogy a centi, hogy van a láb, na, valami van, hogy mindegy, egy 26-os lábbal azért egy 2 méter 30-es ember, az tényleg egy karó. Az igaz. Hát meg gondolj be, hogy maga a lábnak a szélességének is kell vastagodnia, mert nem csak a talp, hogy most egyensúlyban megtartja. Uh-huh. De hogy nézze ki? Ilyen vastag lábbal, ekkora lábbal, lábfejjel. Az ez is elég értetett, hogy arányaiban az ember, az mindig arány. Igen. Nem mondjuk a hitelesség kedvéért, és itt mindjárt Németországra váltunk, az egyik kedvenc focistámnak csak 36-os lába volt, és mégis a maga idejében a német válogatottban a legjobb szabadrugónak számított, mert 36-os lábbal is lehet nagyon szépen csavarni. Nem miért az van mondva, hogy csak nagy lábbal lehet szépen csavarni? Nem, de a hosszabb láb előny, hogy a nagyobb láb. Tényleg? Nem tudom, nem értek a focihoz, se a lovakhoz, de ez egy másik történet. A lovakhoz én sem értek. Annyit tudok róluk, hogy elől harap, hátulruk, középen pedig kényelmetlen és büdös. Jó, nem értek hozzá, tehát többet tudsz róluk, mint én. Hogyha ez a több, akkor válaszom másik témát. Hatékonyabb lesz, azt hiszem. Na, a lovakról beszélgessünk. Nem a lovakról. Pedig részletre vennék neked egyet. Karácsonyra, tényleg. Ki kér karácsonyra egy lovat részletre? Annak idején még a régi szép időben, amikor még a BKV-nál dolgoztam, és mindenkinek bélférgeket kínáltam fogyasztásra, egyetek bélférgeket, akkor még szép hosszú copfom volt, ami azóta is megvan egy dobozban valahol a szekrény mélyén. Igen. Ezt az a lovakhoz tartozik? Hát lófarok. A cof. Pusztítsuk azt a hímer agyát. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jaj, na szóval Németországra térjünk, ugye múltkor már itt volt Julánka, én egy ilyen multi-expós, mert kitaláltam végre, hogy valamit nevezzük már el, hogy speciál néven futunk. Ez amúgy a harmadik részben volt már kettő speciál, nem csak veled volt más, nem tudom, hogy volt az első, de volt már valami. Uh-huh. Múltkor kettőt írtam ki, elég hülyén nézik, megint kettőt írnék ki. Valami sorszámozást, hogy tartsunk jellegbe. Szóval multi-expo speciál harmadik rész, és megint itt vagy megint Németországból, hazatérvén. Ennyire szereted Magyarországot, és ezért is ilyen sűrűn. Már ráadásul az előző stream óta már egyszer voltál, és most megint vagy. Találkoztunk, nem tudja letagadni, ott voltam. De amikor hazaért, teleportált, igen. Most ez egy kicsit sűrűbb időszak, az tagadhatatlan, november elején volt. Persze, amit... esik a hó, és akkor a sűrűség az... Tudod, itt kint a levegőben nem csak a légnemű, és egy sűrűség az magasabb. De a hónak pont, hogy kisebb a sűrűsége, mint a folyékony halmazállapotú víznek. De most a levegőről volt szó? Az a képest sűrűbe. Jó, a levegőt besűríti, igen. Játsszuk már azt, hogy ki tudja a másik agyat előbb kiégetni. A néző. Nézzétek! Tulajdonképpen akkor, hogyha havazik, akkor be van sűrítve a levegő, mint egy rossz főzelék. És lisztet szórjuk. Ú, bakker, annó Covid-nál azért érték a lisztet, ugye?
Nyára volt meghirdetve, hogy lisztangyalkák készítése a megmaradt lisztekből. Mennyi liszt lehet vajon még így háznál, ami be van tárazva? Kurva sok. Biztos. Mondjuk olajból kíváncsi lennék. Mondjuk annyi olajat megiszol, akkor már elfogyott. A WC-papírt azt elhasználja az ember szerintem, de az olajat... Az megolvasodik, a liszt az megdöglik, kukacosodik. Főleg a milyen minőségi dolgok vannak mostanában, tehát konkrét zárt csomagolásban én most azzal szórakoztam útkor. Szervusz, Jakab! Képzeld, Jakab, mit reggeliztünk, nem fogod elhinni. Mennyire kérdez, hogy mit. Szóval, megvárjuk, hogy megkérdez. Tehát, hogy konkrétan mostában azt hiszem, hogy a gabonatermékeknek a minőség, hogy régen ilyen volt, bár én emlékszem, hogy ilyen gondunk lett volna, rendszeresen bekukacosodnak. De nem az, hogy akkor jön a bogár, azt konkrétan benne van. Már amikor megveszed? Igen. Bezacskózzuk. Akkor sosem fogod megtudni, hogy kalácsot reggeliztünk. Várjátok, most kimondtad? Szóval, hogy itt már volt egy négy személyes kalács. Így és... van. Emellett pedig lehet gratulálni. Igen, kalácsot, nem kürtöset, hanem hogy hívják ott? Fonottat, amit drága jó feleségem sütött nekünk ma reggel. És mellette, nézd, mennyi ideje van. Megsütött nekünk egy kalácsot, nevel egy gyereket, megnyert egy mamimbaba kihívást. Tele van energiával. Multikalács Expo. Multikalács Expo. Úgyhogy gratuláljuk Erzsinek, Viking feleségek, hogy megnyerte. Illetve a kalácsot is köszönjük szépen, mert nagyon kívül. Mamimbaba kihívás, ez ugye járő ilyen mamimbabás anya, baba, nem torna, tánc, ilyen latin fitness, hátra fel van kötve a gyerek ilyen hordozóba, meg egyéb módon, meg kengyel, vagy nem kengyel, mi kendő, bocsánat, az más, a kengyel az a lovakhoz tartozik, tényleg ezt is tudom. Annyit indultunk, és itt volt egy ilyen kihívás, ami ugye ez egy olyan típusú sport, ahol a fogyás is fontos. Nem, Jolánka nincs zaklatos, kivétesen engem. Az öreg lány nem vén lány, és ez nem zaklatás, ha mind a ketten akarjuk. Megkezdte, hogy jöhetek, megmondta, hogy jöhetsz. Az ennyi. Akkor ezt nem zaklatás, igazad van. Jaj. Milyen helyzet, Jakabino? Etyek? Mesélje, szerinted egy 2 méter 30 centis embernek egy 28-as lába az nem túl kicsi? Itt indult a streaming. Igen, közös beleegyezés. Rokonokat látogatni, az jó. 100 holombattal, hú, de régen de sokat jártam arra. Igen, és ahogy közelíted meg, úgy kezdődik a térképen, hogy egy halombatta, két halombatta, három halombatta, és mikor odaérsz, akkor ki van a 100, és akkor 100 halombatta. Na szóval akkor ott folytattuk, hogy égessük ki a nézők agyát. Guppi elkezdte. Azt a himerek agyát már kiégettük. Nem, még nem. Nem? Nem. Lehet betolni a robbanó fejes emotikonokat, akiknek sikerült, jó? Igen. Versenyezünk ki, vigyél tovább. Az nem is szól semmit, már elmenekült. Helyes, akkor meg is van a mai targetünk. Jakab? Így van. Nem. Nem bántunk, szeretettel csináljuk. Viszont ha már 100 halombattáról beszéltél, akkor én itt átkapcsolnék. Mindjárt menned kell, de te még maradni fogsz. Nekünk is ebéd lesz nem sokára, egy óra múlva. Igen? Átkapcsolnál szóval a N2-re. 100 halombattáról kapcsolnék át Burghausen-e, ami 100 halombattának és Esztergomnak a szerelem gyereke tulajdonképpen, mert hogy ott is van olajfinomító. De az olaj nem finom, akkor miért finomítják? Ha finom legyen meg. De eleve nem finom, akkor hogy lehet finomítani? Nagyon sok ilyen termékünk, ami alapból nem finom. És finomítjuk. Miért? Mondjuk a cukornál, az pont nem tudom már, hogy mennyire finom vagy, nem? Mondjuk a finomított cukor az, hogy ez is mennyire durva. Finomított cukor. Ugye, finomított cukor, azt tudod mi? Amikor tisztítják a... nem? Az már a gagyib cukor. Igen? Aha. Milyen a finomított cukor? Hát a finomított cukor nagyon kis szemű, tehát nem, még nem porcukor, a porcukor is ugye a gagyi cukor,
De a finomított, tehát ugye van a kristálycukor, az az elsőleges kiválasztás. Ez a legjobb minőség, nem a legjobb minőség, de nagyjából a legjobb minőség. És van a finomított kristálycukor. Ez az, ami már csak annak a örleménye, meg a por, meg a nem tudom mi. Az ugyanaz, mint a teában, amikor filteres te, az a körülbelül földről söprik össze, aztán lapátolják bele kategória. Tehát, hogy szia cica, remélem nem maradtál le arra, hogy megdicsértünk téged. Nem csak téged, a kalácsot is. Kalácsot is megdicsértük, meg a eredményeidet. Reméljük hallottad. Lekésted? Akkor tekerd vissza a streamet, nem tudom. Hogyha már az összesöpört cukorról beszélgetünk, tulajdonképpen ez olyan, mint a lábliszt. Az nem tudom mi. A pékek, amikor sütik a kenyeret, ott is azért szóródik a földre. Persze. És azt szokták összesöpörni és még egyszer felhasználni, azt nevezik láblisztnek. Ezt mivel használják? Sajnálom, Cica, pedig megdicsértünk. Többször nem, de jó. Gratulálunk neked még egyszer innen. Én nem mondom el még egyszer, én ilyen gonosz vagyok. Ő égeti éppen a nézők agyát, bocsánat. Vissza kell nézni a vodot. Ennyi. Várjál, a vodot. Tessék. Így. Igen? Így dolgozok azt a himer keze alá. Ennyi. Szóval csak a lábliszt jutott eszembe. De mire használják azt? Kvázi ilyen hulladék kenyérnek, de még el szokták sütni, és sokszor még el is adják. Ez a nem teljesen tiszta szokások. Jó, azért van a konyha, tehát ugye végzett szakács vagyok, ott is vannak ilyen tipikus kaják. Ugye például a húsleves nagyipari konyhába, ott minden zöldség maradék. Nem a rothadó, tehát nem a rossz. Uh-huh. De belekerül. Tehát a paradicsomnak a csumája, amit kivágnak, a paprikának a csumája, amit kiszedne, minden belekerül, mert úgy főzik, úgy lesz finom. De egyébként az nem hulladék, csak az emberek hozzászoktak, hogy az nem néz ki jól, azt nem eszem meg, az olyan hát izé. És jó, paprikának a csumáját nem eszed meg amúgy se. Magukat, meg a szárát? Hát a magukat az sokszor meg szoktam enni. Én nem. De az így a csumán, ami rajta, az a sok. Uh-huh. Tényleg? Néha. De általában az emberek nem szoktak, de hogy az megy be a levesbe, és az tök jó íze van. Jó íze van, és nem hulladék csak. Oké, de effektíve kidobnád. Tehát a konyhán ugye az van, hogy tudod mi a hulladék? Ami már a barna mártásból ki lett főzve, és már le lett szűrve, lett moson, az a hulladék. Ami már a barna mártáson is átment, a barna mártás az... De ami a barna mártás, ez egy nagyon durva jó dolog. Az minden megy bele. Folyamatosan főzik, ilyen nem tudom hány órán keresztül, tehát én ahol voltam a tántéba, ott ilyen 3-4 napig főztük a barna mártást. Uh-huh. Ott volt zsámolyon rajta, nagy fazékba, de minden csontól kell, minden hülyeség benne volt. Bementünk, hogy egy 10 órára a konyhára, alágyújtottunk barbilángon, minek mondják ezt, várjál, az a kislángon. Takarékon az. Na, mi ezt barbilángnak hívtuk. Ennyire vagyok konyhai tehetség. Szóval a barbilángon be volt rakva, rotyogott este 11-ig, amikor a konyha volt, majd lekapcsoltuk. És ez 3 napig, és aztán a leszűrés. És az a mártás olyan isteni kúra finom tud lenni. Nem erről van szó, csak nagyon érdekes dolog. Majd nem tudom, mi a pontos, igazi, hivatalos receptje. Na mindegy. Elképzelésem sincsen. Nekem sincs már. Akkor ugye van még a... Mi az a... Szoktak... Hortobágyi palacsintába, amikor felhasználod az előző napi pörköltet. Ez teljesen standard, de hát azért nem fogunk... Nem főzöl külön pörköltet minden nap. Tehát ez, bocs, egy konyha az nem úgy működik, hogy minden nap friss pörkölt, minden nap friss minden. Tehát az neki megvan ütemezve, hogy mikor mit főzted egy pörkölt, milyen siján bírja a 2-3 napot. De most nem fog külön hortobágyi húsos palacsintához pörköltet csinálni, meg a pörkölthöz pörköltet, az ugyanaz. Tehát hogy az különösebben így működik a recept. Ez csak a otthoni konyha művészet az, hogy minden nap mindenhez frissen főzök. De egy konyhában most belgondolsz, amikor egy húslevest egy napig főzöl, minden nap egy húslevest elkezdesz. Mikor nyitsz? Mikor dolgozol mást? Érted? Tehát, hogy ez nem, meg a másik pont az attól lesz egy konyha sok esetben finom, mert nagyobb mennyiségben csinálják. Tehát otthon te két főre nem tudod olyan ízesítésre megcsinálni, mint egy konyhán, hogyha 30 adagot.
Az sima liba, azt én is Tehát tudom, ez olyan, de... hogy nem, tehát a konyha az nem így működik. Tehát meg a másik például pácolnak be húsokat, mustáros hús. Két hétig utána ott fog állni. Utána kezdik el kihasználni. Meg sütögetni frissen, meg Két hétig? Akár igen. Az olaj benne van, mustárról átkenve, az hűtőbe, az teljesen jó. Jól átjárja az íz. Kell neki. Jó, mondjuk ez nem az ilyen könnyed, hogyha csirkehúsokról van szó. Tehát ez egy nehezebb húsok. Tehát a csirke az nem biztos, hogy bírja, de még olajban nincsen gond, mert ugye elzárod a levegőtől egy az egybe. És nem tudod oxidálódni. Így van, semmilyen baktérium nem éri. Be a sózva, megölte a rajta lévőt, tehát azért ez tartósas eljárás. Úgy nézed. Mert ugye ami ott van vákumcsomagolt, abban is van levegő, mert ilyen azok fejjel nem is tudnak teljesen vákumosak lenni, meg hát előbb-utóbb azért az is megy át levegő. De azt általában védőgázos csomagolásban is akár, vagy... Van védőgáz benne, de hát... Abba is tudom venni. Oda kimocorog. Eltévedtünk egy olyan területre, ahol én legfeljebb okosan bólogatni tudok, ha sikerül okosan bólogatnom. Akkor ne bólogass okosan. Akkor dob fel a témádat. Szóval a Burghausennel tartottunk, mert Százhalombatta a szülőgyermeke, nem tudom. Százhalombatta is Esztergom szentségtelen szerelem gyereke. Igen. De csak... Gondoltam, hogy átkötök a Németország témára, mert hogy azt mondtad, hogy még nem beszéltük végig a Németországban ja, az élettémát, de... Beszéltünk róla. De tudod, jól ismersz. Tehát a Sasival mi ezt ilyen megyünk az ára. Szóval akkor Németország, mesélj, milyen Németország vagy? Ja, nem, azt mondtad, beszélted. Hát ami így ilyen viszonylag friss élmény, vagy viszonylag friss fejlemény, az, hogy... Szerintem a nézők közül elég sokan tudják, hogy Majtika is, meg én is társasjátékozunk. Nem tudom egyébként hány néző van, meg hogy kik azok. Sos de... foglalkozunk vele. Már nem a nézőkkel, hanem hogy hányan vannak. De nagy nehezen lehet, hogy mégiscsak sikerül beindítani a társasjátékklubot most Németországban, mert végre lejött valaki a klubba, aki nem csak azt mondta, hogy de jó, hogy ez van, aztán soha többet nem jött, hanem azt mondta, hogy de jó, hogy ez van, és jó lenne, hogyha felfutna, és szeretne ő is beletenni egy kis munkát. És az én lassan kihúgyó lelkesedésemet most így felszította, hogy akkor igen, meg kell próbálni, meg lehet csinálni. Meg lehet. De... Ennyi az, hogy ennyire szarrás bele van dolgokba. Hát egyrészt ugye kisváros, tehát hogy 20 ezeren lakják összesen, nem lehet összehasonlítani azzal, hogy most itt Budapesten csinálsz valamit, és akkor már a nagy számok törvénye alapján is lejönnek 20-an. Ott a 20 emberes társasjátékklub szerintem már egy meghatározó társadalmi esemény lesz. Uh-huh. Ez egyébként a célom vele, de nem az, hogy most hogy társasági esemény legyen, hanem egyszerűen csak, hogy legyen ember, legyen kivel játszani, legyen közösség, legyen megint valami, ami egy kicsit összehozza az embereket. És a hitelesség kedvéért el kell mondanom, hogy ez a hölgy, aki most úgy néz ki, hogy tud beletenni lelkesedést, meg érdekli a dolog, nem német, hanem osztrák. Hatalmas nagy különbség van a német és az osztályok mentalitás között. A németek távolságtartóak, az osztályok pedig sokkal nyitottabb, hát most ez a kifejezés nyilván egy picit furcsa, ez sokkal, sokkal melegebb emberek. A németek azok ilyen hideg távolságtartóak. Ez tény. A bajorok meg aztán főleg. Ha egy bajor azt mondja rád, hogy a barátja vagy, akkor az már minimum 40 éves ismerettséget jelent körülbelül, és mintha lovaggá ütöttek volna, úgy érzed magad utána. Illetve van értéke ezeknek a szavaknak. Azért belegondolsz, Magyarországon nagyon sok esetben az emberek mondják, ó, ott a barátom, ismeri 3 órája. Testvérem. Testvérem, jaj! Testvérem, nincs egy gyújtód. Egy kis fém hulladékod. Igen, van egy cigid vonatjegyek ellene. Igen, tehát azért mondom, hogy... Na, de visszatérve még erre a Németország témára. Kisváros, és nekem... Szia, Mercury! Tesó! Te zsírem! Na, szia, Jakab! Jó battázást!
Ebatta. Amúgy mennyivel az ebattába? Még van-e egy méteres pizzájuk, érdekelne? Ja, hogy ebatt. Igen, ez egy pizzéria. Jó, ez most nekem fájt egy picit, egyébként megérdemlem. De tényleg így hívják a pizzériát. Elhiszem, elhiszem. Szia Jakab, jó utat, vigyázz magad, ha csók a családnak. Így van, csúszik az út, vigyázz a kis zöld spenótoddal, hogy most éppen minek hívod. És ha már battán jársz, akkor nézzél már arra a finomítóra, hogy jó-e. Szerintem most éppen működik, mert van Molnár üzemanyag, úgyhogy. Akkor jó. Akkor visszajutok majd Németországba, megnyugodtam. Bár tényleg érdekes volt nekem, hogy jöttem hazafelé, és a Miskolci utcánál zárva volt a MOL. Mi? A benzinkutak nem éjjel nappaliak? Nem. Nekem mindig az volt meg, hogy éjjel nappal mennek a benzinkutak, és az a benzinkut régen éjjel nappali volt, azt tudom. És ennyire nincs már szükség éjjel nappali benzinkútra, vagy lefelezte a MOL őket, hogy túl drága? Megértem, csak itt tök fura. Valószínűleg az ársapka miatt bekorlátozták, hogy akkor nem éjjel-nappali, és így spórolnak a bérköltségen. Ja, emberi bér, jó. Hát ha már úgyis veszteséggel kell eladni a benzint, akkor csak napi 8 órában termelj veszteséget, ne 24-ben. Várjál. A MOL veszteségben adja el. Jó, ezt... a MOL-nak a kiskereskedelmi veszteségét azt kompenzálta az, hogy olcsón kapták az orosz gázt, és azt tudták jó áron továbbadni, finomítani. Tököm tudja, nem értek annyira a dologhoz, tehát hogy hülyeséget beszélni nem akarok, de a MOL-nak pont meg volt a kompenzációja az orosz olajon keresztül. Ennyi. Azért mondom, azért ezt amúgy annyira segíteni akarnák a dolgokat, akkor le kell vinni itt az adót az üzemanyagból, de mindegy, nem menjünk bele ebbe a dologba. Vagyunk Németországnál, mert boldogabb téma szerintem, vagy nem? Hát... Mennyi ott az ételüzemanyag? Drágább vagy olcsóbb itt Magyarországon most? 1,76-ért tankoltam. Jó, én sznob vagyok, én nem tankolok E10-est, csak E5-öst, és benzinről tudok csak beszélni, dízelről, nem? Az E10-E5, nem maradtam. Én csak 95-ös tudok, mindenkettő egy kicsőbb szám. Mi? A 95-ös az oktánszám. Az oktánszáma a benzinnek, igen. Csak ez felütik még egy kis bioetanollal. Igen. Mert hogy az állítólag kevésbé terheli meg a környezetet. Igen. És az E5 és az E10 mutatja, hogy 5 vagy 10% a bioetanol a benzinben. Igen. És minél többen a bioetanol, annál jó, ez motorfüggő, és megint olyan területen vagyok, ahol én inkább csak úgy mondom, hogy vakon támolygok, tehát hogy én nem vagyok ennek szakértője. De hogy rozsdásodik a tank, nem teszi jót a motornak sem, minél magasabb a bioetanol tartalma a benzinnek, annál kevésbé jó az autónak. És amint nem lesz, hogy a bioetanolt azt nem azért rakják bele, mert a környezetre milyen hatással van, hanem olcsóbb előállítani, mint a sima üzemanyagot? Az is. És ezáltal 10%-a higítják, úgymond, mással, ami... Csak kérdezem, Merkur is szerintem jobban ért hozzá, úgyhogy majd ő megírja nekünk, hogy... De az is benne van egyébként, de például amikor a Covid kezdődött, Németországban olcsóbb volt egy liter étolaj, tehát hogy volt egy olyan szakasz, hogy olcsóbb volt az étolaj, mint a dízel. És nagyon sokan vették úgy az étolajat, hogy akkor hozzáöntötték a tank dízelhez, és így olcsóban autóztak. De étolajat égettek el dízel helyett. Aha. És sok autó volt egyébként, amikor mentél mögötte, akkor olyan volt, mint valami lelakott balatoni lángossütő. És ez Németországban? Is. Nem csak most, hogy Németországban azért nem. Nem a németországi németek, akkor így mondom. Tehát, ja, oké. Okay. Jó, úgy más. Azért, mert a németeknél nem ezt... Németország mégiscsak bevándorló ország, ahogy azt már a kancellárunk, a Scholz is mondta. Lett is belőle felháborodás. De igazság, igazat mondott. Akkor miért háborodunk föl? A te hajad őszül, igaz? Akkor ne háborodj föl rajta, hogy ezt mondtam most neked élőben, streambe. De attól függetlenül nekem még eshetne rosszul, hogy felhívtad a figyelmemet arra, hogy a...
semmibe pergő életünk ciklusa előre haladottabb, és hogy szembesülnöm kell a halál gondolatával, és hogy többet nem leszek fiatal. 16 évesen már volt ősztincse, igen. Tehát ez ahogy semmit nem jelent szerintem, mert ez genetika. Nekem is megjöttek az első szajszálaim még 10-es éveim végére. És javasolsz is. Igen, igen, nagyon sok betű, Merkurinak köszönjük a hozzájárulását, mindjárt megnézzük, hogy mit írt. De hogy azért volt felháborodás, amikor kimondta, hogy Németország bevándorló állam, mert a német, nem azt mondom, hogy fajvédők, de a nemzeti konzervatív gondolkodók, ahogy ők magukat nevezik, az AfD és a Pegida és a hasonló ilyen lágy szélső jobboldali mozgalmak, azok kiakadtak azon, de hát hogy lehet ilyet mondani, hogy Németország bevándorló ország, Németország a németeké. Értem. Azt mondja, hogy alkohol elegyedik a vízzel. Tehát az alkoholos víz, tehát magyarul vodka körülbelül. Csak abban még van egy kis vodka arom, ez pont tegnap olvastam egy vodkás üveget, nagyon szomorú volt. Az rozsdásodik élet, hogy meggyilkolja a gumit, gumia alapú dolgokat. Egész a mizéria fenntartatóság miatt lett, a foszilis üzemanyag és bio lábnyom miatt végre rájöttek, hogy több káros anyaggal jár, mire kitermelik a gabona per alkalmazott etanon, alapot cserébe az üzemanyag így 3-6 nap alatt megromlik miatta. Tehát magyarul rosszabb a bioetanolnak maga a kitermelése, meg ilyesmi, mint a... Igen, tulajdonképpen gondolj bele, megtermelik azt a gabonát, nem feltétlenül búza, fogalmam sincs, hogy miből állítják elő. Vannak ilyen erre a célra felhasználható növények, amiknek nagyon jó a hatásfoka, hogy kinyerjék, hogy etanolt hegesszenek belőle. Uh-huh. Meg kell művelned a földet. Mm-hmm. Ahhoz kell ember, kell traktor, kell vetőanyag, kell műtehágya, fel kell dolgozni, és mire végére érsz az egész folyamatnak, sokkal rosszabb helyzetben vagy, összességében biolábnyomat tekintve, mint hogyha sima 100%-os benzint használnál. De a kutakon mégis talán az ilyen hiper-szuper evo, meg nem tudom milyen, az a kvázi unikorn is könnyel dúsított üzemanyag, amiben nincsen bioetanol. Azok kaphatók, de az borzasztó nagy felárral. De hát azt úgy reklámozzák, hogy akkor van benne még... Szia, Fanni! Szia, Fanni! Van benne még... Bioetják unikorn is könny is. Unikorn is könny is, igen. Különböző adalékanyagok, amik kenőanyagok, tehát a motornak jót tesznek. Egy hamburger, a sofőrnek benne van literenként. Az árában igen. De amúgy nekem egy hülye kérdés, vagy az most keverem valamivel? Tehát nekem az rémlik, hogy az egész bioetanolos dolog, amikor a növényekből állítják, akkor az úgy nézett ki, hogy ott volt a mezőgazdaság, ment ki a kombány, lekapta a búzát, azt szétaprították, hogy akkor a hasznos, ami kell, és ugye ott volt a maradék. Tehát a maradékból csinálják, tehát hogy nem kifejezetten egy bioetanol földeket csinálnak, hanem hogy effektív a búzaföld, vagy bármi, nem tudom melyik alkalmas rá, most nem akarok, csak példát mondok. Ezzel én sem vagyok nagyon képben. Tehát hogy nem egy plusz terület, ami csak ezt csinálja, hanem... De kifejezetten plusz terület, amin csak azt termelik. Amire te gondolsz, az a biomassa, ja, okay. Amit általában összegyűjtenek, bebáláznak, és akkor elviszik szalmatüzelésű erőművekbe, vagy valami hasonló területre, ahol feldolgozzák, tehát hogy a biomasszát úgy lehet újra hasznosítani, anélkül, hogy plusz földet vonnál be művelésbe. A bioetanol termelése, az szerintem szalmából, törekből, ilyesmiből nem működik. Jó, csak... De ezt nem merem biztosan mondani. Na jó, kevertem akkor a bio-bio, tehát hogy nekem ugye az a három betű, ami semmit nem jelent, tudod? Fú, azt egyszerűen kapta egy Dehogy nem jelent. Álva. Így van, az RC-dulán egy plusz 10-25 százalék. Most már nem, most már csak a... Várjál. Mindenmentes. Vegán tusfürdő, igen. Ugye erről beszélgettünk múltkor az esküvőn. Mi számít vegánnak? És ugye az egyik esküvő, de szerintem mi számít vegánnak? Mitől lesz valami vegán? Nem vegán.
Nem bírtak még egy jobb nevet kitalálni, majdnem ugyanaz, mint a másik, de mégse. Miért a jó és a jobb szónak ugyanaz a gyökere, csak... De magyar... De a vega fokozása a vegán. De nem ugyanazt jelenti. Tehát nem az, hogy nem, én csak zöldséget eszek, én csak zöldségesebbet eszek. De a jó és a jobbnak sem ugyanaz a jelentése, nem ugyanaz a tartalma. Akkor is mindegy. Meg várjál, magyar nyelv ezt fokozásnak hívott, de ez a vegán az nem magyarból jön. A vega, tehát érted? Tehát... Jó, értem, hogy nyelvtanilag nem fokozás, de tulajdonképpen a még húsmentesebben élsz, vagy még állati eredetű ételmentesebben élsz. De tehát pont ez, hogy beszélgettünk arról, hogy azt mondta valaki, hogy ez arról szól, hogy áll, csak, vagy, kezdjük, hogy kivételt teszünk egyből, csak az állati eredetűekről beszélgetünk. Ami növényen, az le van szarva, nem érdekel. Csak állati eredetű. Az ember nem veszi el tőle. Hűadja. Tessék, méz. Tehát, hogy na. Hűha. Prima üzemanyagok egyéb vegyülettel váltják ki az etalon, illetve érdekesség, ugye, hogy üzemanyag eladásnál lévő törvénykötelező limitet éves. Még nincsenek, a téli tankolás tovább eltartható. Ez olyan, mint a szalonna a disznóvágás után? Megint tanultam valamit én is. Na, akkor tankolt el azt a kurva kocsit? Vagy 6 hónapig jó lesz? Nem lesz jó. Elhasználod. Így van. Egy kicsit szégyellem is magam, mióta átvettem ezt a kocsit. Átvettem egy leasing szerződést még tavaly májusban. Most még idén van, tehát ez 21 májusa volt. Azóta másfél év alatt beleraktam 31 ezer kilométert, úgyhogy gyakorlatilag utasom nem sűrűn volt. Tehát, hogy egyedül használom a kocsit, és ebből a szempontból van egy pici lelkiismeret furdalásom is, de például a magyar utakat is, amikor Németországból jövök haza, vagy megyek vissza Németországba, vannak külön ilyen Facebook csoportok is erre, hogy úti társkeresés, meg van Burghauseni magyarok Facebook csoport is. Tehát simán meg tudnám csinálni, hogy meghirdetem, hogy visszaveszek valakit én is az autóban. Nem szeretek senkihez alkalmazkodni. Tehát, hogyha van valaki olyan, aki része az életemnek, akkor azt nyilván nem fogom azt mondani, hogy nem jöhet el velem az autóval, mert az mégis milyen hülyén veszi ki magát. De csak úgy idegen, csak azért, hogy ne egyedül használjam az autót, azt viszont még sosem csináltam. Nem telekocsizok. Ennyi. Burgonya, stb. Igen, ez egy szép kifejezés. Érdekes felsorolás. De figyelj, ha megnézzük, ugye azt mondja, hogy energianövényről beszélgetünk, ami ugye cukor átalakítható, ugye a keményítőből tud cukrot csinálni, a keményítő cukor előtt van. Ugye a szájba a keményítőbontás elindul, és utána úgy lesz abban, hogy cukor, cellulózis, vagy a cukor, és akkor úgy lebontódik energiává, ugye a testünkbe is. De most akkor ennyi, de nagyon sok növénynek van, tehát ez megnézik, is kukorica, búza, burgonya, stb. Cellulóz tartalmú növények, fa, fű, félig gabona, félig szalma. Tehát simán azt mondja a gazda, hogy oké, elkezdek krumplit vetni. Hú, a piacon szarára van a krumplinak, mert mindenki idén krumplit vetett. Oké, baszok rátok, nem foglalkozok, hogy fölcsapom a földre, aztán mehet a energiának. Tehát... Jó, azért krumpli és krumpli között is van különbség. Tudom. Van a keményre fővő, meg a puhára fővő, meg a sütnivaló, jó, meg... A fővésnek a minőség az a gáz minőségétől is függ. Így van. Ezért szerintem, hogy már nem köbméterre mérik, hanem hogyha kilozsúlba a gázt, az hol a halálba fogom lemérni. Tehát nekem köbméterre mérjük be a gáz, de kilozsúlba megállapítja, hogy nekem mennyi gáz jött be és milyen energiám lett. Adjuk. Fogom megérteni. Én sem. Ugorjunk. Szóval biotanolnál voltunk. A tovább mentém át el a kocsig. De volt egy másik téma köztem. Még Burghausen. Nem. De egyébként most tűnt csak fel, hogy a burgonya és a Burghausen az mennyire rímelnek egymásra.
Lassan ebéd van. Nem, még nem végzünk ezt a hímmel ilyen gyorsan. Még vannak a csejtjeid, amiknek gondját kell viselnem. De a pámol, ez már kurva régóta van. És rohadt nagy probléma is egyébként, hogy van. Mert? Mert pálmaolajat nem lehet mérsékelt égövön termelni, és a tojópusi területeket csak úgy tudod biztosítani, hogy őserdőt pusztítasz ki, vagy esőerdőt pusztítasz ki, és a helyén kezdesz el termelni, viszont a pálmaolajnak a pálmája az nem védi a talajt, tehát jön egy eső és kimossa. Mert pedig az esőerdőben de szabad jönni. De termelni? Adja drágábban. Tehát ilyenkor egy ilyen fura dolog van ebben a dologban számomra. De hogyha drágábban adja, akkor nagyobb lesz rajta a haszon, többen akarnak beszállni az üzletbe, hogy ők is hasznot termeljenek. Tehát, hogy a piac ezt így kiegyenlíti, minél több a haszon, annál többen akarnak részesedni belőle, és akkor ezzel de, lenyomják de ne, az de ne hagyják, hogy kiállják az esőerdőt, ez ennyi. Azt senki nem fizeti ki, hogy kivágták az esőerdőt, ergo mindannyian ki fogjuk fizetni majd, hogy persze. Szét van cseszve az ökoszféra. De a pálmaolajra egyébként kereslet is van, mert baromi sok mindenhez használják fel. A Nutellának a gyártója megmondta, hogy igazából meg lehetne csinálni a Nutellát más olajból is, mert meg lehet csinálni repceolajból, meg lehet csinálni napraforgóolajból, de nem olyan lesz az állaga, mint amihez az emberek, a vásárlók már hozzászoktak, ezért csinálják tovább pálmaolajból, aminek sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma. De akkor pontosan olyan állagú a Nutella, mint amilyen megszoktál. Nem szoktam meg semmiért, nem szoktam feled. Nagyon régóta én sem. Igazából akkor, amikor szembesültem vele, hogy a Nutellának nagyjából 50% a szintiszta cukor, ahhoz hozzáraknak még ilyen 30% pálmaolajat, és akkor a maradék az pedig magyaró. De a legtöbb kedvenc ételünk az 50% cukor, 30% zsír, vagy 40% zsír. Nagyon sok ilyen van, tehát így... Látszik is. Nem, meg arra rá tudsz szokni. És ez igaz a kókuszolajra is? Mert egyszer valaki nekem azon magyarázta ugyanezt a dolgot, csak egy kókusz mondott, folyamatosan kókuszolaj. Azért kérdem. Merkuri, neked erről mi a véleményed? Kérlek, fejtsd ki nekünk. A kókuszolajhoz, mint olyanhoz, mert nem nagyon tudok hozzászólni. Nem, hogy a pálmaolajat amúgy mi konkrétan a konyhán használtuk a fritőzbe. Ott kókuszolaj, vagy pálmaolaj volt. Tehát ugye az is, hogy ugye növényi olaj, ami hasonlít a kókuszolaj olyan szempontból, hogy szobaömsítleten még szilárd, éppen hogy még szilárd, tehát az is bontottuk ki, és ilyen nagyon sűrű, szinte szilárd a pálmaolaj, és azt raktuk bele a fritőzbe. És nagyon sokáig lehet használni, tehát abban az egy érdekes, hogy nem az, hogy megsütsz benne két darab rántott húst, aztán öntöd le a 50 litert, hanem az tényleg nagyon sokáig van, nagyon sokat tud benne sütni. Ne égesz szét, az tény, tehát nehogy üresen ott nagyon sokáig, ne takaríts csak kérekezz a kosarakat, tehát ne rakd vissza a morzsáson, mert azért megeszi. Nem látjuk, hogy kókuszolaj nem lett úgy. Ugye az embert felkapva. De a kókuszolajjal ugye ez a probléma lenne amúgy, hogyha felkapnák? Ezt nem tudom. Mert mi például csak kókuszsírral főzünk. Na jó, de ti kis háztartás vagytok, tehát hogy nem hiszem, hogy olyan sokat főznétek, vagy olyan sokat használnátok belőle. Nem tudom, hogy van-e különbség a kókuszolaj meg a napraforgó olaj között főzésben. Van. Mesélj. Na, tehát ugye a kókuszsír, pontosan ezt zsírnak hívjuk, mert ugye szóval hőmesterben szilárd van az állapotú. Tehát nagyjából egy kilónyit, ami kevesebb, mint egy liter, vagy a töményebb, mint az olaj. Bár lehet nem töményebb, azt nem tudom sem mondani, mindegy. Tehát mondjuk azt, hogy körülbelül egy kiló, egy liter, maradjunk ennél. Azt mi hót nyugodtan 2-3 hónapig használjuk.
Liter olajat nem meddig használsz? Biztos nem, biztos elfogy 2-3 hónapon belül, hogyha napi főzésben vagy. Hát, ha napi főzésben vagy, akkor igen. Egyrészt én nem szoktam naponta főzni, másrészt pedig én jó burzsúj német szokás szerint nem olajjal szoktam sütni, hogyha valamit sütök, hanem... De a magyar háztartás az olajjal süttet. Jó, azt tudom. Nekünk is ott van a konyhában az extra szűz olívaolaj. Már nem szűz. Szóval igen? Igen, már többször használt. Értem. De én, amikor sütök, akár csak egy tükörtojás, vagy valami komolyabb ilyen párnap, ha előre főzök magamnak, akkor én butersmálcot szoktam használni, lefordítom nyugi. Ez a tisztított vaj, vagy kisütött vaj, amit addig melegítesz, amíg el nem veszíti a teljes víztartalmát. Azt hiszem, ghee-nek nevezik a rendkívül felkapott hipster szakácsok. Tehát, hogy ez is valamilyen indiai, tibeti jövevény a konyhában, hogy mert a ghee, a tisztított vaj, hogy az milyen finom, hogy az milyen jó. Németországban bemész, bármelyik Lidl, Aldi, akármelyik, elnézést, a reklámnak majd megadjuk a számlaszámat. És ott van a polcon egy ekkora adag butersmelc. Lehet venni ilyen kis 20 dekást is, lehet venni nagy több literes műanyag edényben is, tehát hogy Németországban nyilván használnak ott is olajat, és nem csak olívaolajat, hanem napraforgót, tök magot, mákolajat, amit csak el lehet képzelni. Ott is ugyanúgy megvannak ezek a hipster izék, de így van, az extra szűz olívaolaj sérülése nem a Multi Expo forgatása alatt történt. Főleg ugye nem forgatunk. Nálunk éli adás van. Ja jó. Mert forog a film, és ugye arra veszel fel, ebben van a forgatás, szóval nem forog a film. De a székem igen. Jajjátta, és nyikorog is. Szóval Németországban a butersmelc. Tehát olvasztott vaj az egyik... Kell csinálni főző streamet. Egyébként simán. Még az kell rendet csinálni a konyhába. Gyereki Burkhausenben állunk, tisztaság és rend van a konyhában. Szóval, németországi főző stream egy Just Dancing-gel összekeveket kötve, na? Simán. Egyébként, ha még eddig nem mondtam volna, akkor neked is... Szívesen felajánlom a kanapénkat, hogy honnod elkapod az asszony meg a gyereket, kijöttök Burghausenbe. Tartunk egy kis városvezetést, vagy városismertetést, szívesen beszélek a várról. Bemutatsz mindenkinek, akkor 20 000 főnek, hát mindenki ismer mindenkit. Erről egyébként annak idején még, amikor oda költöztem és megismerkedtem a Twitch-el is, gondolkodtam, hogy... Abszolút, abszolút, hogy kellene csinálni néhány videót Burghausen és az olaj feldolgozás története, és Burghausen és a... Milyen olajat dolgoznak ott föl? Melyik országból és honnan érkező olaj? Az, hogy honnan érkezik az olaj, azt nem tudom. Én... Nem ott fogsz. Annyira vagyok képben a dologgal, hogy Olaszországban van a terminál, ahol hajókkal lepakolják az olajat, de hogy az honnan érkezik az olasz terminálba, azt nem tudom. Viszont ez egy transalpin vezeték, ami Tirolon keresztül lép be Németországba, és ott Burghausen környékén van egy ilyen kémia háromszög. Nagyon sok vegyipari vállalat van, ami oda települt, a Gendorf, az ÖMV-nek ugye ott van a finomítója Burghausenben. Az ÖMV-nek a második legnagyobb finomítója van Burghausenben, ami onnan a müncheni meg a salzburgi repülőteret kerozinnal látják el többek között. Tehát azért hatalmas nagy munkaadó. Ott van a Wacker, ami eredetileg vegyi üzem volt, és Burghausenben még a 20-as években telepítették. Aztán a náci Németország nagyon örült, hogy ott van a hátországában, ami miután Ausztriát lenyelték az Anschlusszal, gyakorlatilag belföldi üzemé változott. És van még egy Borealis is, amelyik eltelepedett az ÖMV-re, és az ilyen
maradék nehéz olajokat dolgozza még fel, és akkor abból lesz, mit tudom én, nem nagyon értek hozzá, hogy aszfaltot gyártanak, meg, tehát hogy kiépült a teljes gyártási ciklus gyakorlatilag, ami bekerül, az mind feldolgozva kerül ki. Az mondjuk jó. Szóval, hogy gondolkodtam azon még korábban, hogy kellene csinálni pár ilyen ismeretterjesztő adást, de a Twitch erre nem az igazi platform. Szerintem ezeket a videókat inkább YouTube-ra lehet. Ez vágott YouTube, ez teljes egyértelmű. Ez visszanézhető és nem csak egyszer nézhető adás kellene, hogy legyen normálisan megszerkesztve, képekkel, grafikonokkal. Nem vagyok a grafikonok pártján. Ez ilyen kis fehér tábla kell, tudod, hogy akkor... És a lakos se tudok a grafikon. Látom magam előtt, és mutogatsz a kis pálcikáddal. Így. A filmre gondoltam. Laserpointerrel. Értem, jó. Ja. Van technikai fejlődés is. Ok. Kinél? Mindenhol máshol, csak nálam nem. Te új géped van már, hagyjál már. De hogy van új gépem? Az most már két éves. Jó, de amint én raktam ezt ahhoz képest új. Ahhoz képest új, igen. Na látod, technikai fejlődés van. Még emlékszem, amikor annak idején építettük a gépet, akkor azt mondtam, hogy valami olyan konfigurációt szeretnék, ugye akkor a Diablo 3 még kanyarban sem volt. Ez még valamikor... Most Diablo 4-nél tartanak, hogy mi van? Kijött a Diablo 3, aztán kijött a Diablo 2... Remake, igen, amit már lehet nagyobb felbontásban játszani, de vissza lehet váltani a basic nézetet. És most jött a Diablo... Tököm tudja, hogy hívják, amit telefonon is lehet játszani. És aztán készül a Diablo 4. Ja, csak készül? Úgyhogy valahol látta egy Diablo 4-es felirat, azért gondolom, már van. Na de, hogy ott tartottunk még, hogy... Ezeken az adásokon egyébként gondolkodtam, Burghausennek is egyébként borzasztó érdekes történelme van. Te például tudtad, hogy Bajorország a 14. század végére négy felé szakadt, és négy bajor hercegség létezett? Nem is tudtam, hogy létezett Bajorország 14. század végén. Jó, akkor a bajor etnogenézissel is lehetne beszélgetni, hogy hogyan alakult ki a bajor... Igen, a bajorokra azt, hogy literes sörük van, és szűke nőik, akik viszik a sört. Ennyit tudok a bajorokról. Bocsánat, tényleg nem tudok többet, tehát nem... Fun fact, a bajornők nem is feltétlenül szőkék. Ugye, ez és nem is feltétlenül dúskeblőek. Nem, de azok mutatnak jól a fotókon, ennyi. Így van, nem véletlenül nem fényképeznek bajor férfiakat D&D-ben, mert azok nem mutatnak jól a fotókon. Ennyi. Nem tetted egy Bajorországról, meg ugye a bajor részre, de annyira kevés dolgot tudok, mert nem mozgatott meg soha, nem néztem utána, nem jártam ott. Lehetne egyébként, hogy lehet, hogy még el is fog készülni ez az adás, nem tudom, de soha. Én azt gondolom, nem fog. Ismerlet téged. Vettél drónt? Vettél drónt? Még azzal pont le tudnád forgatni. Egyébként igen, de egyébként attól, hogy nem veszem meg a Black Friday-en, még megvehetem. Németországban jók a fizetések. De lebeszéltem már magamat a jónőről, nem kell az nekem, az a baj, szükségem. Az a baj nagyon könnyen, tehát például ugye Magyarországon is elég macerások a dolgok, és ugye ott tök jó, hogy könnyen tudsz kapni repülési engedélyt, de elbeállást okozol, úgy lehet basszák, mint állat. Németországban a Dohon 250 grammos határ alatt csak bejelentés köteles, 250 gram felett jogosítvány köteles, tehát hogy le kell tenni egy jogosítványt, és ha bejelented, mert pedig ugye köteles vagy bejelenteni, akkor biztosítást is köteles vagy elvenni, kapsz egy egyedi azonosítót, amiről rendelhetsz ilyen kis plakettet, amit felragasztasz a dohónodra, mintha rendszám lenne, és hogyha valami balesetet okozol, akkor ott van a dohónod az azonosítóval. Nem lenne egyszerűbb az azonosítóhoz hozzácsapni a szériás számát, ez alapján, hogyha lezuhan valahol, akkor szériás szám alapján ebből a rendszerből kikérhető? Ez abból a szempontból nem megvalósítható, hogy simán rendelek az Amazonról, és az új kerülbe Németországba, és sosem tudja meg a német hatóság, hogy az a bizonyos széria számú dohón. De amikor megkérem az engedélyt a repülésre, akkor kötelesség beprintjögni, kamut... De bocsánat,
És amikor megkérded az engedélyt a repülésre, most a hülye kérdés. Engedély nélkül akarsz repülni, akkor... Most megrendeled Amazonról, beérkezik, nem kérsz el a rendszámot, ki tud róla? Senki. Érted? Addig a pillanatig, amíg nem repülsz vele, és valaki be nem jelenti, azért Németországban... Viszel két drónt. Bejelented azt, amikkel ott fetrengesz, a másik megröpül, nem így, mit van? Hagyjál már béké most, a széria számány, tehát egy fogom magam, berendelek Amazonról egy drónt, kérek rá egy rendszámot. Ez még kell nekem plakettet ráraknom, miközben van rajta egy azonosító, amit amúgy is beküldtem valószínűleg a rendszám kikéréshez. Miért kell az autóra rendszámtábla, amikor van alvás száma is? Azért, mert könnyen leolvasható legyen, de általában egy drón lezuhan, balesetet okoz, akkor ott a drón fizikailag, tehát nem egy kamera olvassa le. Azért, hogy a rendőr, amikor üldözi, akkor le tudja olvasni a rendszámot. A kamerák le tudják olvasni egy azonosítást. Érted? Egy drónt nem olvasunk le az azonosítás miatt a repülés közé. Oh, ott a rendszáma! Kilőjük fényképezőgéppel, érted? De hogyha lezuhan egy drón és ráállok, akkor én ott vagyok a drón. Igen. Rajta a drón. Igen. Nem, ez egy kifejezetten gyenge vicc volt most. Igen. Ezt én is így érzem. Ne erőltesd. Még második kávét nem ittad meg. Ez így van. Ezt én sem. Kávé. Majd adás után. Nem, adás után ebédelünk. Utána kávézunk. Ebéd és kávé. Szóval, nem, tehát azért mondom, hogy ez a rendszer, tehát valami oka biztos van, csak így elmondottak alapján annyira értem, hogy ha vettem egy új drónt, kérek rá egy rendszámtáblát. Nem lehet, hogy ez úgy néz ki, hogy nem a drónhoz tartozik a rendszámtábla, a sofőrhöz? De akkor sincs értelme bejelentés nélkül, mert... Nekem most védelmembe kellene vennem egy rendszert, amit én sem feltétlenül gondolok logikusnak vagy szükségszerűnek. A szabályok sokszor önmagukért vannak, nem azért, hogy működjenek. Nekem egy gondom van a drón rendszámtáblával ellátásával, egy drón 250 gram, ami kurvára kevés. Na most ezen van 4 propeller, vagy igen. 2 attól függ milyen típusú, vagy tökéletes x darab. Legyen vadró. Igen, na most bocsánat, de az nagyon be van, tehát az be van lőve, hogy hol milyen súlyelosztás, és rávasszol egy ekkora kis táblácskát, mert lehet, hogy borul egy picit a drón. Ha már picit feldélve a drón, akkor elő fognak szétmenni a propellerek, elő fog szétmenni a motor, és tönkrelni a drón. Az a 3 gram miatt is el tud borulni. Pontra szakadtam mondani, hogy lehet, hogy csak 2-3 gram. Nyilván adnak hozzá használati utasítást, vagy van egy YouTube videó, hogy akkor hova ragaszt fel azt a rendszámtáblát. Csak érted. De nyilván egy tonna fölötti autónál tök mindegy, hogy hova teszed azt a 2x10 dekás fémtáblát, mert az egyrészt stabilan áll a földön 4 keréken, amikor éppen nem balesetezik, vagy nem 2 kerekezel vele. Igen. De arányaiban az sokkal kevesebb, ezt aláírom. Extra kicsi. De a hélium az szökik. És mi? Akkor átszökik a másik határa át? Nem. Inkább iszok. Na amúgy, tehát én nem megkörülni akarom a német rendszer, hogy tök jó ilyen szempontból, hogy meg vagy megkorod, kis drónnal csak dobsz egy, és ott is aztán a bejelentés emlékeim szerint tudni, hogy mobil applikációba és kész vagy, megkapod az engedélyt, vagy nem. Ha megkapod, akkor happy boldogság, ha nem, akkor ne repülj, mert úgy megbossznak, mint állat. De Magyarországon meg... Nekem ugye még meg lenne ez a hálás helyzetem, hogy a német-osztrák határtól 300 méterre lakok, tehát felveszem a cipőmet, majdnem tovább tart felvenni a cipőmet, mint lesétálni a folyópartra, ahol a határ van, és akkor simán tudok drónnal keresztül repülni Ausztriába, és akkor be kell jelentem Ausztriában is. Ezt akarod, és ott milyen szabályozás van? Halványira petyes fogalmam nincsen. Az a felé ugorj meg egy hivatalba, kérdezd meg. Migráns héliummal láttam, héliumot láttam. Jó. És akkor az ember csempészet mellett megjelent a nemes gáz csempészet is. Így van, így van. Mondjuk a hélium egy az kurva értékes és a hitka dolog, de... Ez nemes gáz. Tényleg, a hélium. Uh-huh. Tényleg. Aha. Két proton, két neutron, nem, két proton, két elektron, és nyilván változó, hogy hány neutron van benne. Jó. De
Nemes gáz, borzasztó könnyű. Tehát azt tényleg nem véletlen a második legkönnyebb elem a periódusos rendszerben. És iszonyat lassan termelődik. Ezt nem tudtam. Ha egyáltalán termelődik, és a Földnek véges készlete van belőle. És már rég be kellett volna tiltani a héliumos lufik használatát. Mik vannak? Mik vannak? De ami a héliumos lufi van és megszökik, az hova szökik? Bekerül a légkörbe, és mivel könnyű gáz, ezért szépen lassan felszáll, és elhagyja a Földnek a... Tököm tudja milyen szféráját. Ez olyan földhöz, amiben nem vagyok jó. Köfökkel le kell halászni. Nagyon jó bevételi forrás lenne, akiket találjuk már ki, hogy hogyan nyerhetjük vissza a héliumot, ami éppen szökésben van a földhöz. Pont tegnap néztem a SCSS, hogyják kommandósoknak a hogyják túlélés titkai jellegű cuccokat, és abban volt egy ószer. Fogja be, elrakja az ószert a zokniba, és így a folyóban húzza, és akkor lesz, hogy hívják a víze, ugye egy hélium ószerrel le lehetne szedni fentről. Sok ószer kell, vagy nagy. Azt mondja, hiányzik a második kávé, gyerekek. Sasi, de jó, hogy nem jöttél ma. De Sasi, nincs is bent a nézők között, vagy igen? Nincs. Ezért nem vagyok az... Melyik az a másik gáz, ami, amit ugyanúgy szoktak ilyen... Finger. Annak is nagyon érdekes hangja van, amikor távozik az emberből, de én most nem erre gondoltam. Hirtelen olyan áporodott szag lett itt a szobában. Hexafluor, nem tudom én micsoda. Nem tudom, miért lesz a hangon? Amitől baromi mély lesz a hangod, mert sokkal nagyobb a sűrűsége, mint a levegőnek, teljesen máshogy terjed benne, és azt kellene belerakni az ozonjukba, egyből meghajlanánk a dörmögését. Lehet. De ezekkel pont a csodák palotája volt egy ilyen, ugye? Igen. És ott voltunk, ott volt egy ilyen előadás, ültünk bent, akkori párom, egy egyetemista voltam, egy barát, egy egyetemista társam, meg neki a barátnője, ott ültünk négyen, plusz gyerekek, ekkora gyerekek és apukák. Megy az előadás, pont ugye hélium, meg erre a másik akármi gázról volt szó. És mondták, valaki fingott egyet? Nem. Mondták, hogy kérnénk egy bátor apukát! Gyerekek, apa mennyi, mindig kapok, hogy így jött, hát én mentem ki meg Gábor haverom. Apukák nem, úgyhogy mi mentünk ki. És azóta te pótoltad ezt a hiányosságodat, remélem, hogy Gábor is, vagy nem? Nem tudom mi a Gáborra. Na te. Kén hexafluorid. Arra gondoltam én is. Na és ott volt a két lufi, és Gábor megkapta a héliumosat, én pedig ezt a kén hexafluoridosat. Na most amúgy sem egy túl magas hangon van, még mélyebb lett. Szarra jöttünk magunkat. Bár én mondjuk bármint szeretem röhögni magam, úgyhogy mint pénteken a... Mint például az előbb a pukin. Igen, meg a pénteken a rakd be Fanni a God módot magadnak, hogy ne tudjak leölni. De feküdtem. Na szóval, kén hexafluorid, igen, és az is ilyen, az is nemes gáz? Se a kén, se a fluorid nem nemes gáz, viszont... Se a hexa? Tudom, nem. Ennyire az, hogy megvan a kémia dolog. Így van. De figyelj, és sosem kémia... voltam igazán jó kémiából, viszont a kén és a fluoridnak a kötése az nagyon erős, tehát hogy nem reagál, belélegzel és nem csinál semmit a tüdőddel, ezt gyakorlatilag külön bontani kell, nem bomlik magától, ezért biztonságosan használható ilyen cuccokra. De szeretettel prezentálnám, Burghausennek van egy kihelyezett főiskolája. Hova helyezték ki? Hát Burghausenbe, tehát hogy a Burghausen-Mühldorf, nem is tudom pontosan mihez tartozik itt szervezetileg. A burghauseni lerakatnak az a reklámja, hogy gyere hozzánk tanulni, mert itt működik a kémia. Oh! És tényleg vegyész oktatás van.
De figyelj, ez egy tök jó marketing, kettő meg úgy lehet megtanulni igazándival. Ahhoz, hogy értsél valamihez, ahhoz hozzátartozik az, hogy tudjál rajta röhögni is, mert élvezed. És szerintem ebből a szempontból tök jó a szlogen. De ezt szokod is, meg maga az, hogy ilyen helyre utáig van képzés, és nem az vagy az ország egy másik felén, ahol amúgy csak laborban nézek, jó, ott is laborban nézek, de hogy iskolai labor, tehát tudjuk, hogy és tankkonyhán tanultam, de a tankkonyha az nem ugyanaz, mint egy nagy konyha, tehát azért alapból úgy kezdődött, hogy a kis, hogy hívják, kocsira fölpakoláztuk a raktárból a cuccokat, amit kiadtak nekünk. Jó, akkor mit kell ma főzniük? Oké, akkor hányan vannak? 12? 12 adag így. Uh-huh. Így kimérve gramra. Tehát ezt úgy kapod. Bent a Grand Hotelben nem így nézett ki. Bemész, hozol ki. Uh-huh. Tehát teljesen más az egésznek a gondolata. Gondolom egyébként azért is akár burkoltam be ezt a képzést, mert... Ott van kémia. Tulajdonképpen ennek a kémia háromszögnek a központjában van Traunsteintól föl Mühldorfig, és Burghausentől még keletre egy picit elhúzódik Passau felé. Tehát Burghausen tényleg nagyjából ennek az epicentrum ennek a területnek, és hogyha ott van középen a főiskolai képzés, akkor egyrészt akik ott tanulnak, azok könnyen, gyorsan kiközvetíthetők helybeli vállalatokhoz. Ott tanulnak, ott csajoznak be, ott ismerik meg a kedvenc kocsmáikat, kialakul egy kötődés, ami miatt aztán ott maradnak. Nem nagyon van így elvándorlás. Megismerik a 20 000 főt, aztán már hova annyi. Így van, így van. Egyébként van annyira kisváros Burghausen, hogy gyakorlatilag szerintem így korosztályokkal lebontva megvan ez a Beverly Hills-es hatás, hogy már mindenki mindenkinek a mindenkiével is kavart így társaságon belül. Milyen Beverly Hills-es hatás? Nem tudom, nekem valamiért az maradt meg a Beverly Hills 9210 sorozatból, hogy ott tényleg mindenki mindenkinek megvolt. Nem tudom, nekem nem tudjuk a sorozat sem. 90-es évek. És németül jobb volt. Jó. Németül minden jobb. Kivéve a magyar népdalok. Hát nem tudom. Mondj valamit, ami szerinted nem jobb németül. Most nem tudod, biztos, hogy van minden. Látod? Minden jobb németül. Itt a bizonyíték. Mert én nem tudok. Így van. Hogy van németül a kürtös kalács? Fogalmam sincs. Hát, tudod. Akkor nem jobb. Jobb lenne, akkor tudnád. Ami jó, azt tudni. Na, szóval... De miért kellene németül tudni a kürtös kalácsot? Miért ne? A Stollen egyébként is jobb. De angol is van kürtös kalács. Igen, chimney cake. Ez annyira gáz. De jó, de valahogy egyébként le kell fordítani. Miért? Lángos. Bocsánat. Külföldös lángosnak hívják a lángost. Mert, bocsánat, az egy magyar étel, amit úgy hívunk. Nem kell mindent lefordítani. Sőt, akkor mondok neked még jobbat. Tudod, hogy hívják németül a pörköltet? Gulás. Pedig a gulyás az valójában leves. És ez... Jó, erre meg a tipikus példa az a francia saláta. Ismered a francia salátát? Na, a francia saláta, franciául salade russe, tehát orosz saláta. És úgy magyar találmány. Tehát, hogy senki nem, azt a magyarok találták ki, de francia szerint az egy orosz saláta, mert ők oroszokhoz kapcsoltak, mint az ennyi. Jó, a... párizsi. Miért? Németországban a Debrecener az egy ismert fogalom, mint kolbász, vagy... és amikor most pénteken volt céges karácsonyi buli, ahol a cég kihívott egy ilyen hamburgeres standot, hogy mindenki ehessen egy tök, egyébként tök finom volt a pulled pork sandwich. És miközben ott sorban álltam, beszélgettem a HR-esünkkel egy kicsit, akinek meséltem róla, hogy egyébként a Debreciner az a debreceni Debrecenről, mint városról van elnevezve. És hogy nem is tudta, hogy van ilyen város. Magyarországon a harmadik legnagyobb, második, nem tudom, hogy most Miskolc, Debrecen vagy második szerintem. Második. Nem, vagy
Ugye a második legnagyobb magyar lakta város az London, utána jön Debrecen. Így van, igen. És akkor elkezdtem neki mesélni egy kicsit Debrecenről, hogy egyébként tudta ő, hogy Debrecent úgy is hívják, hogy kálvinista Róma, és akkor már mindjárt ott voltunk a témánál, hogy ő katolikus, én evangélikus vagyok, és akkor beszélgettünk a reformátusokról, hogy a reformátusok azok hol, miért, mekkora. Ott is egy kialakult egy tök csapongó beszélgetés, ami ilyen negyed órányi sorban fagyoskodás közben kialakulhat. Aztán szerintem ő is élvezte, amikor már elkezdtem menni, és nem beszéltem hülyeségeket. Nem feltétlenül hülyeség, csak... Fázott. Így van, így van. Vacogás helyett inkább így eltattam a számot. Nagyon sokat terhelem a kollégáimat. Nem zaklatásnak nevezném, csak terhelem. Érted, az egyetlen ember, aki a cégnél még mindig home office-ban dolgozhat. Így el lehet érni valamit. Ez nem igaz. Van még egy sokat beszélő kollégád? Én nem is beszélek sokat. Sokat fárasztó kollégád, akkor így mondom. Minden kollégám sokat fárasztó, tehát én a kollégákat azzal szoktam fárasztani, hogy véletlenszerű tényeket kezdek el Magyarországról mesélni, és már van ilyen külön elvárás is a csoportból, hogy ma még nem kaptak véletlenszerű magyar tényt, és akkor mit tudom én, ha nem jut eszembe semmi, akkor felcsapom a Wikipédiát, és az egyik ajánlott cikkből kölcsönzök egy fél mondatot, és arról mesélek. De van, amikor csak megmagyarázom a vért izzadni kifejezést. Hogy magyarázod meg a vért izzadni? Németül? Egy kis osztrák beütés legyen benne, ha kérhetem, és térjünk ki mindenképpen az olajfinomítókra is. Magasak az elvárás. Azt szeretnéd, hogy németül magyarázzon meg így ezt a himnet? Nem. Le fogja lőni a Twitch, mert azt hiszi, hogy káromkodok. Nem, de akkor senki nem hallgat bele. De akkor át is állíthatod egyébként német magyar. A Twitch részéről, bocsánat, nézők behallgatnak. Kedves rádiónéző gyerekek. Szóval, igen, szóval a vért izzadni, kíváncsi vagyok, hogy hogy magyarázod meg a vért izzadni kifejezést. Magyarul, maradjunk komoly, könnyebb. Nekem igen. Magyarul meg sem tudom magyarázni, egyébként is minden néző ismeri. De tényleg engem érdekel, hogy hogy magyarázod meg, mit értünk azzal, hogy vért izzadni. Hát amikor valamivel annyira szenvedsz, hogy hogy vért izzadsz. De miért vért? Ez nem magyar, ez ugyanazt a mondat elmondod még egyszer. Tehát ez a... De magyarul ez egy önmagát magyarázó kifejezés, de vért nem mert izzadunk. Ismerjük mindannyian. Azért, mert a felesége Frau vért izzadni eltette már lábalól. Nem, most tehát a vér, mint maga az, hogy a bőrömön keresztül kijöjjön. Ahhoz az ebolára van szükség, igen. Például igen. Tehát ez a kifejezés valószínűleg nem az ebola miatt alakult ki. Én inkább arra gondolnék, most azért kérdem, hogy te mire gondoltál. Én arra gondolnék, hogy ilyen nehéz fizikai munka volt régen. Amikor már a hátadon meghúztad a súlyt, a kezednél fogtad az eszközt. Vagy esetleg még korbácsoltak is. Akár az is, és sérülések, és a, annyi, tehát, de én azért mennék bele a korbácsolás, mert az már ott egy erőszak jellegű munka, effekteit annyira dolgozol önmagadért, hogy már vért izzadsz, tehát hogy már a kezed már szétment, a hátad szétment, és már a bőr lejött, és vért izzadsz. Tehát én erre gondolnék. Azért kérdeztem, hogy neked mi a vélemény. Nem tudom, hogy ez igaz-e, majd a nézők eldöntik, vagy megmondják ők a saját véleményüket. Csak én most így, sose gondoltam vele, csak most így feldobtad a témát, én szeretem az ilyeneket. Az, hogy pontosan honnan származik, azt én sem tudom, hál' Istennek ennyire nem vagyok képzett magyar nyelvi szempontból, és igyekszem felejteni is, de én is nagyjából ezt a nehéz munkát végzed, és akkor szenvedsz vele sztorit próbáltam átültetni németre. Akkor sem érem, de most így. Mert nem németül kellett. Mert nem németül kellett, így van. Mert németül minden jobb. Például az a vicc is, hogy Herkules feleségét Fraukulesnek hívják. Ez semmit nem mond. Akkor mesélek még német vicceket.
A műsorunk most a tényleg véges, most már viccen kívül, 43 van, és nálunk tudom jó, hogy 55 komá jönnek, hogy kaja van, mert nincs dél, azért miért nem védeljünk, mindegy. Szóval egy német, a kedvenc német viccet meséld a nézőknek, és tanulják, köszönünk tőlük, jó? Jó. A kedvenc német viccem, biztos mindenki ismeri a Pippi Langstrumpf mesét, Pippi, hosszú harisnyás Pippit. És a nézőknek, én csak figyelek, nézek. És a vicc az úgy hangzik, hogy wie riecht es in Villachunterbund nach Pipi? Ugye ez magyarul? Milyen szakterjeng a Kunterbund villában? Hát Pipi. És ez a bepisilásra utal, meg hogy Pipit úgy hívják. Tehát, hogy... Jó, szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, Jóhán, hogy itt voltam. Elég leszel ahogy Magyarországon? Szilveszter. Leszel még Pesten? Előtt, után, nem tudom még pontosan mikor megyek vissza, de majdnem 2 hetet leszek még Pesten. Jó. Akkor azért fussunk még össze valahol valamikor. Jó. 27-én, nem a reklám helye, de hogy 27-én, ha valaki az Esti Kornél koncerten odajön, hogy megsimogasson, lehet Jolánka nénit simogatni. Jaj. Találkozunk az akváriumban. Ennyi. Ő koncertre jár 27-én, mi csak 26-án megyünk gyerek nélkül. Aztán 26-án lesz. Mindegy, szóval mi akkor még lent teszünk gyomán erőteljes, úgyhogy nem fog menni Jolánka nincs simogatni. Aztán felsérti a kezét, igen. Mm-hmm. És a másik magyarázat? Bocs, ha majd bedobtad. Na, úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltál, meg így megcsináltuk ezt a speciál harmadik részt is. Úgyhogy holnap hétfő, GTA RP van kedden. Ó, hogy tudják, vasútállomásokat fogok renoválni. Köszönhetően Lepremanónak, azt kaptam tőle karácsonyra. Vasútállomás renoválás. Igen. Még én sem tudom, letöltöttem 6 gigás játék, én tudok róla. Ja, hogy játék, pedig... Van Magyarországon a renoválandó vasútállomás elég. Mire gondolsz? Semmi. Olyan gyönyörű az összes, ódon falak, máladozó festék, mindent. Tök figyelj, tudod miért nem újítják föl? Igen, a penészre rakódott pókháló és porrétege. Tudod miért nem újítják föl? Gondolj be, mennyi pénzt vesnének el. Minden filmforgatásra magyarországi vasútállomásokat válaszolnak, mert ennyire klasszikus, lerobbant második világháború utáni területet nem tudnak fölépíteni. Olcsóbb kibérni az egész keletit, leállítani a vasúti közlekedést, mint hogy ezt fölépítsék. Nyilván olcsóbb. Még korona előtt volt az, hogy egyszer láttam a kék metrónak az egyik részén 80-as évekbeli NDK-s utazási plakátok voltak. Konkrétan olcsóbb volt megvenni itt Magyarországon a plakát helyett és kibérelni a metrót, mint felépíteni egy díszletet, amiben a berlini metrót szimulálták volna. Igen. És egyébként baromi dizájnos volt, tehát hogy én megálltam és néztem, hogy jaj, de jó, tök jó, ezt lehetne sűrűbben is. De nem forgatnak sűrűbben német filmeket. Amúgy azonosan a metrót is már nagyjából felújították az összeset. Nem nagyon lesz. Pedig volt egy atmoszférája, ezt meg kell hagyni, úgyhogy... És akkor ne felejtsük el minden idők legszakmaiatlanabb magyar filmjét, a Kontrollt. Jaj, mert BKV szempontból szakmaiatlan. Így van. Amúgy egy kurva jó film. Én nem láttam a mai napig. Nem? Annyit tudok belőle, hogy a medvének van jegye, és a metrófutás az úgy hülyeség, ahogy van. Jó, az... Ez a lemennek Ferencvárosnál és feljönnek a stadionoknál. Jó, a két metró között van összeköttetés, de... Jó, de az egy képződve egy világ. Ahogy Mercury is írja, egy metafora film. Nem tudom, én valós BKV ellenőrként még sosem néztem meg. Amúgy érdekes, szerintem tök jó kis film. Erre lehet, hogy szervezek egy külön alkalmat, hogy... BKV-nél haverokkal összeültök és megnézitek? Hát van ismerősöm és jó barátom, akit még onnan ismerek, ők is kint élnek Németországban. De nem fogom megnézni a Vektort láttad már? Mit? Vektort. Nem. A magyar készítésű filmek.
Nem. Nem láttad a Vektort? Azért nem láttam, mert film. Nézd nem, meg. Nem szoktam filmeket. Tudod, mi az a Vektor? Az a Matrix újra parodizálva. Újra szinkronizálva. Várjál, én azt hittem, hogy a Vektor az egy irány... Irányított szakasz, igen. Irányított szakasz, így van. Szóval, nézd meg nagyon. Kanalakat a menzára lopom. Ó, erre jut eszembe, de jó, hogy szóltál. Le kell majd töltenem pár gigányi anyagot, mert hogy Németországban a torrentezés nem működik. Működik az. Működik bizony, és aztán letöltött adatonként kijön a 900 eurós büntetés. Ja, Magyarországon már mi fizetjük. Látjátok! Németországban kiszakadt hazánk fiai, hazajönnek netezni, mi fizetjük helyettük az adót az Artisius néven. Ugye nem így működik. Hogy hiába nem töltesz a szemét, akkor megveszel egy üdes adathordozót, és azt feltételezik, hogy te arra úgyis majd filmeket fogsz letölteni, igen. Nem pedig ráfényképezel. Jó, amúgy őszinte legyek, ha úgy nézzük, hogy más ország meg 900 eurókat fizetkez ki letöltésenként, akkor ok, kifizetem az Artisius-t. Olcsóbb, igen. Olcsóbb, meg ugye szétosztja a dolgokat. De az a durva, hogy per pillanat egyre kevesebb, hogy hívják, filmet meg egyéb dolgot tartanak töltünk már le. Uh-huh. Nem éri meg szarakodni a letöltéssel. Minden fönt van jó. Olcsóbb a Netflix, de ott a YouTube. YouTube, nem, még nem is kell pénzes, még csak maradjunk a free-be. YouTube-on szinte minden teljes film fönt van. Uh-huh. Kurva sok teljes film fönt van. Rakat szolgáltató ingyen ad egy csomó lehetőséget, hogy te ingyen nézed, és így... És fizethetsz is, nem is olyan hú de sokat. Tehát, hogy... Nem éri meg. Uh-huh. Hát nekem most van egy adatbehendelésem, amit vissza kell majd vinnem Németországba. Szervusz Peppu, hát pont a végére jöttél, már úgy dél van mindjárt. Vagy már itt voltál vég, és lurkoltál ezerre, fog én dolgoztál ma is. Szia Peppu kisfiam. Holnap jössz. Nem baj. Majd beszéljük meg a hogy hívják kulcstartót, hogy mikor kapod meg a viking, a hogy hívják zsíris kulcstartót, jó? Bár szerintem a január lesz belőle. Holnap meg gyere csinálj, megveszél, és nem tudom mi lesz utána, de valami lesz. Csak fehér ruhát hozzá. Semmiről nem beszéltünk. Ez ilyen. Viszont tegnap már benne voltunk itt az elköszönésben, mert mindjárt kaja van. Meg vagyunk minden rendben, csak 9 perc múlva anyám dörömből az ablakon, hogy akkor kész a kaja, menjünk. És még el kéne pakolni egy kicsit, úgyhogy holnap gyere a streamre, 16.42-től GTRP, ha indult, csatlakozz el be te is. Na jó, tényleg köszönjünk el. Örültem. Ja, akkor, szóval kedden renoválunk, majd elakadtunk. Pénteken meg még egy Valorant, és talán szombaton már karácsony mindenkinek, úgyhogy... Amint én annyira nem kedvelek. Kivéve az ortodox keresztényeknek. Na, nekik nincs karácsonyuk? De van, csak ők még nem a Gergely naptár szerint tartják, az ortodox karácsony az januárban van, január elején. És kínaiaknál mikor van? Kínaiak nem keresztények. Ők csak az ünnepkereskedelmi oldalát ismerik, de azt december végén szokták megtartani. Ó. Oh. Tehát a vásárolnak és ajándékoznak az a klasszikus december 24-25. Uh-huh. Igen, amikor csóróbb voltam, ez még egy ilyen utolsó információ morzsa, és aztán tényleg köszönjük. Most már kurva gazdag, úgyhogy szingli vagy még? Még szingli. Hát ez most nem annyira szóval egyértelmű. Egy fél szingli srác, ha valaki csak lányok jelentkezését, várja németországi stabil munkahelyjel, már nem csóró. Alakul ez. Ja. Szóval, amikor még csóró voltam, akkor én megmondtam a családomnak, hogy én megvárom, hogy lemenjen a karácsony, megveszem leértékelésben az ajándékokat, és ortodox karácsonykor meg odaadom nekik. Melyik a csalás, hogy csak lányok, vagy hogy ortodox karácsony? A csalás a csak lányokra gondol, de... Mi szeretnél egy németországi stabil munkahelyen rendelkező szingli Jolánkanint magadnak? Nem csalás, mert nyíltan kommunikálok róla, de diszkrimináció, és ezt vállalom is. És hogyha valaki férfi lánynak érzi magát, akkor őt most minek tekinted? Nem menjünk bele a témába. Jó, sziasztok! Jó. Nem, ez nem lesz sose vége. Ezt a témát, ha kinyitjuk, akkor 4-ig el fog tartani ez az adás. Ezt lehet, hogy legközelebb tarthatunk egy gender-specifikus beszélgetést is.
De... De tőlem nyugodtan. Én annyira leszarom az egész búziságot. Ez politikailag nem volt túl korrekt. Köszönjünk el. Menjünk tényleg rühelle, hogy egy jó buzi viccet nem lehet elmondani már sehol. Nem a Twitch-en, úgy élőben, beszélgetésben már elmondod, és valaki besértődik rajta. Szőkenős viccek, rendőr viccek, skót viccek, semmi nem megy már. Pedig neked pont lenne alapot szőkenős viccet mesélni, mert te szőke vagy. Így van. Köszönjük, Mercury, ez egy méltó zárszó volt szerintem. Így van. Na jó, holnap találkozunk. Sziasztok!